A Komáromi Városmarketing Kft. nevében köszöntöm Komár Moldalának nézőit. Városunkból a Sely Kórház kertjéből jelentkezünk Juhász Mártonnal az egyik szervezővel. Ugye a komáromiak tudják, hogy minden évben február végén kórház kert takarításra várjátok az érdeklődőket. Ez idén mikor lesz, és hát mi lesz a munkalényege, mit fogtok csinálni? Így van, ugye lassan most már ötödik évet csináljuk, és voltak igazán nagy sikerű e, kórászkert takarítások volt, amikor több mint 150-en voltunk. Sajnos a Covid e, megakadályozott abban minket, hogy, hogy ezt e, folyamatában e, csináljuk. A tavalyi évben már volt egy kisebb pislákolás, összejöttünk páran. Az idei évben pedig mindenképpen február 25-én szombaton reggel 9-től szeretnénk minél több embert látni. Azt fontos elmondani, hogy e, az idejében ugyanúgy Szarka György, Jankó László, illetve én vagyok az egyik főszervező. Ezt azért fontos elmondani, mert rengeteg irányba záporoznak a kérdések. Arra kérnénk mindenkit, hogyha lehet, akkor elsősorban felénk forduljanak, hiszen mi vagyunk folyamatos kapcsolatban a kórház vezetésével is. Tehát, hogyha esetleg változás történik, akkor ha más nem a Gyertekbe a, a Kórház Facebook oldalon tudják követni az érdeklődők, vagy pedig hozzánk tudnak fordulni. Azt is szeretném kiemelni, hogy az elmúlt évektől eltérően most külön, külön levelet nem küldtünk senkinek, tehát külön meghívott nem küldtünk senkinek, pontosan azért, mert nem szeretnénk félreértést később, külön köszönő levelet sem tudunk küldeni, hiszen mindenki a saját magánidejét áldozza a mi részünkről és az itt lévők részéről is erre a takarítási akcióra. Mit fogtok csinálni, Marci? Tehát mit látok azoktól, akik majd természetesen minél többen eljönnek, és segíteni szeretnének abban, hogy minél szebb legyen ez a kell? Hát a korábbi éveből ugye, óriási erőkkel uh, tudtunk itt felvonulni a területen, mind a, a magánvállalkozók saját gépeiket, mind a városüzemeltés saját gépeivel uh, vonult fel a területen. Bízunk benne, hogy a városüzemeltést idén is kapunk majd segítségét, illetve bízunk abban, hogy ők is fontosnak tartják, hogy idén is részt vegyenek ezen az eseményen. Uh, ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag mindent az elejéről kell kezdeni. Az fontos elmondani, természetesen nem a kórház vezetését kritizálni, hiszen őnek az egészségügyi szervezése fő feladatuk, hogy a kórház most már tényleg a, a 24. óra utáni állapotban van. Uh, több idős fakidől is volt az elmúlt hetekben, az igazgatóasszonytól is tudom, kár esemény is történt. Tehát nagyon fontos, hogy a faállományt amennyire tudjuk, mi átnézzük, de ez nem azt jelenti, hogy mi garanciát tudunk válni, hiszen mi most csak társadalmi projektben vagyunk itt. Tulajdonképpen mindent az elejéről kell kezdenünk, hiszen a Covid miatt nem lehetett folytatni, fenntartani az állapotokat, és sajnos a kórház karbantartói kevesen vannak ahhoz, hogy ezeket az állapotokat fenntartsák ami még izgalmas lehet, és, és akár kisgyerekes családoknak is érdekes lehet, ismét Bognár Balázs tanár úr segítségével a hat évvel korábban, bocsánat, négy évvel korábban kihelyezett madárodukat fogjuk rendbetenni, tenni, kicserélni. Ezt érdemes megemlíteni, hogy nem mindegyiknek van lakója. Ez azért jó hír, mert egyébként az azt jelzi, hogy maga a kertnek a faállománya képes az odulakó madaraknak is, is élőhelyet adni, tehát a madarak elsősorban nyilván a természetes költőhelyeket választják. Mit hozzanak magukkal, akik csatlakoznak? Hát mindenképpen szeretnénk kérni, hogy az időjárásnak megfelelő öltözzenek föl. Úgy érzékeljük, hogy talán addigra már tavaszi lesz az idő. Emellett kérnénk, hogy akinek lehetőségen hozzon saját eszközt, hiszen ahogy elmondtam, mindenki magánemberként Saját gépeivel és eszközeivel érkezik, így előfordulhat az, hogy, hogy nem lesz elegendő eszközünk, de nyilván ezt is próbáljuk majd mindenképpen kiküszöbölni. És akkor Marci végezetül, tehát február 25-e, szombat hány órakor van a találkozó? Így van, február 25-e, szombat fél 9-re szoktunk összejönni, mi már korábban itt leszünk. Azt a lehetőséget azért fenntartanánk magunknak, hogy amennyiben, ha nem vált időjárási jelenség lesz, akkor akár egy hetet is tolhatunk. Ezt is inkább a, a Gyertekbe a -kert Facebook oldalán legyenek szívesek követni, vagy pedig Gyurinnak, Lacinak, vagy nekem tudnak esetleg kérdés feltenni ezzel kapcsolatban. Jó ezt, Márcinak, köszönjük szépen. Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy csatlakozzon, találkozzunk itt február 25-én, és tegyünk azért, hogy szebb legyen a Sejános Kórház -kertján. Viszontlátásra